Már hónapok óta az államnak lapátolja a lignitet ez a markoló a visontai bányában. A mátrai erőművet március 26-án vásárolta meg a Magyar Villamosművek 17,5 milliárd forintért. Előtte 3 évig Mészáros Lőrinc tulajdonában volt, hogy ő mennyiért vette meg, nem tudni. Az 5 lignit tüzelésű blokknak 2025-ig van működési engedélye. Ahhoz, hogy az erőmű utána is tudjon áramot termelni, teljesen át kell alakítani. Ezt Mészáros Lőrinc már nem vállalta. A miniszterelnök korábban ezzel indokolta, hogy miért vásárolja meg az állam az erőművet. Azt közölte velünk a tulajdonos, hogy be fogja zárni. Tehát, hogy nem óhajt és nem tud megfinanszírozni, most hagyjuk, hogy 1 milliárd-e az vagy nem, mindenkinek egy nagy összeget. Ő nem kíván ebbe beletenni. Kivenni viszont kívánt belőle. Csak 2018-ban 11 milliárd forintnyi osztalékot kaptak a tulajdonosok. Éppen ebben az évben adott az erőműnek az állam 7 milliárd forintnyi támogatást. Az erőmű pedig 2019-re már veszteségessé vált. A stratégiai igazgató azt mondja, az MVM átvilágítása után azt látják, ezután működhet majd gazdaságosan az erőmű. Hogy pontosan hogyan, azt nem árulták el. Az átvilágítás éppen hogy véget ért, jelen pillanatban ezek összesítése zajlik, illetve a programoknak, a programok alapjainak a lefektetése. Tehát jelen pillanatban intézkedésről, megállapításról nem tudok beszámolni. Az biztos, hogy két blokkot már jövőre leállítanak, és 2025 végéig mind az 5-öt átalakítják, hogy a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően tudjanak tovább működni. De azt mondják, a 4500 munkahely közül minél többet szeretnének megőrizni. Hogy az átalakítás mennyibe kerül, szintén nem árulták el. Természetesen nagyságrendi számaik már vannak, hiszen a fejlesztések, előkészítésekor szállítókkal, illetve a tervezőkkel már a konkrét számokat is meg tudtuk határozni, de ezek jelen pillanatban nem publikusak. Nagyságrendi, ez mit jelent egyébként? Nagyságrendileg sem publikus. Egyelőre annyit mondtak, hogy a fejlesztéseket jó részt uniós forrásból tervezik fedezni. A leghamarabb, 1-2 éven belül a napelemes beruházásokat valósítják meg. A mátrai erőmű jelenleg az ország villamosenergia termelésének 14%-át adja.